Tibet, ahol a természet lenyűgöző szépsége önmagában is a csodák és a misztikum világát idézi. Az ősi tudás és bölcsesség földje, ahol a csodák a mindennapi élet részét képezik. Egy eldugott ország, melyet a világ legmagasabb hegyei őriznek. Az 50-es évekig a tibetiek szinte teljes elszigeteltségben éltek. Egy amerikai újságíró és világutazó, Lowell Thomas, Tibetet a hallgatás határtalan földjének nevezte. Tiltott Tibet, ködös hegyekbe burkolózó misztikus királyság a Himalája zord csúcsain, a világ tetején. Thomas szerint ez a föld a nagy ismeretlen iránt vonzódó felfedezők és utazók első számú célpontja. Az 1930-as években Peter Calder írta meg egy ilyen világutazó történetét. Egy idős angol tiszt élményeit, aki egy ősi legenda, a fiatalság forrásának nyomába eredt, és így jutott el Tibetbe. Éveket töltött itt, majd visszatért nyugatra, miután megtalálta, amit keresett. Az ezredes egy olyan elszigetelt szerzetesi közösségre bukkant, akik képesek voltak elérni az örök fiatalság állapotát, és megosztották vele a titkot, az öt ősi tibeti rítust. Az öt rítus nem más, mint öt egyszerű gyakorlat, amit bárki elsajátíthat és gyakorolhat, élvezve annak jótékony hatásait. Peter Calder könyve nyomán milliók tapasztalhatták meg a rítusok gyógyító, regeneráló, fiatalító erejét. Az öt rítus a test energia központjain keresztül fejti ki hatását, szabályozva az energia áramlását. Az ősi tanítások hét ilyen energia központot különböztetnek meg a test középvonalában, a gerincoszlop aljától a fejtetőig haladva. Ezeken az örvénylő csomópontokon keresztül vesszük fel az univerzum energiáját, amely életben tartja a testünket. Az életkor előre haladtával azonban az örvények ereje csökken, a közöttük lévő egyensúly felborul. Az energia áramlása lelassul, betegségek alakulnak ki a testben. Az első rítus célja, hogy felgyorsítsuk és kiegyensúlyozzuk az energia örvényeket. A gyakorlathoz először álljunk egyenesen, tárjuk a karokat vízszintes oldaltartásban, tenyérrel lefelé. Kezdjünk el lassan forogni az óra járása szerint, lélegezzünk egyenletesen, és próbáljunk meg egy pont körül forogni. Könnyebb megőrizni az egyensúlyt, ha szemünkkel végig egyetlen pontra koncentrálunk, és forgásnál gyorsan visszakapjuk a tekintetünket erre a pontra. A gyakorlat végeztével tegyük össze a tenyerünket a mellkasunk előtt, és koncentráljunk összeérintett hüvelykujjunkra. Akiknek nehézségei vannak az első rítussal, végezzék a gyakorlatot nagyon lassan. Ha így sem megy, egyelőre hagyják ki, és kezdjék a sorozatot a második rítussal. Később próbálkozzanak újra ezzel a gyakorlattal, amíg nem sikerül biztonsággal végrehajtani. A második rítushoz használjunk jógamatracot vagy szőnyeget, hogy kényelmes fekvést biztosítsunk a gerincnek. Feküdjünk hanyatt, kezek a test mellett, tenyérrel lefelé. A lábfejeket feszítsük vissza, a sarokkal nyújtózkodjunk. Kilégzéssel húzzuk be a hasat, majd belégzésre közelítsük a fejünket a mellkashoz, miközben a nyújtott lábakat felemeljük a talajról függőleges helyzetbe. Kilégzéssel lassan visszaeresztjük a lábunkat és a fejünket a talajra. A következő belégzésnél próbáljuk még jobban a fejünkhöz közelíteni a lábakat. Kilégzéssel visszaeresztjük a lábakat a talajra. Lazítunk, majd újra belégzés és kilégzés. Akinek derék problémái vannak, az végezze a második rítus könnyített változatát. Ugyanaz a kiinduló helyzet, csak a lábemelést kinyújtott helyett
hajlított lábbal végezzük. Kilégzés. Belégzés. Kilégzés. A gyakorlat végeztével feküdjünk hanyatt kis terpezben, a kezek tenyérrel felfelé, és lélegezzünk lazán mélyeket. A harmadik rítushoz polcoljuk a lápuhán a térdünket. Kis terpezben térdeljünk egyenes háttal, a lábujjainkon támaszkodva. Domborítsuk a mellkast, és helyezzük a tenyereket a hátsó combtőre. Kilégzéssel hajtsuk előre a fejünket a mellkasra. Majd lélegezzünk mélyet, miközben óvatosan hátrahajtjuk a fejet, és kiemeljük a mellkast. Majd kilégzéssel visszatérünk a kiinduló helyzetbe. Előre hajtjuk a fejet, és megismételjük a gyakorlatot. Csak annyira dőljünk hátra és feszítsük a hátat, amennyire a gerincünk engedi. Idővel és gyakorlással egyre mélyebbre tudunk majd hajolni. Belégzés. Kilégzés. Majd újra be. És ki. A gyakorlat végeztével üljünk a sarkunkra, homlokunkat lazán pihentessük a kézfejeken. Lélegezzünk mélyeket. A negyedik rítushoz üljünk a földre csípőszélességű terpezben, nyújtott lábbal. Tenyerek a földön támaszkodnak, hátunk egyenes, a sarkak visszafeszítve. Kilégzéssel a mellkashoz közelítjük az állunkat. Belégzéssel hátrahajtjuk a fejünket, majd a csípővel indítva kiemeljük a törzset vízszintes helyzetig. Megtartjuk a pózt, majd kilégzéssel visszatérünk ülőhelyzetbe. Lazítunk, majd belégzésre megismételjük a gyakorlatot. Belégzés, kitartjuk a pózt, majd kilégzésre vissza. Belégzés, tartjuk, és kilégzés. Belégzés, kitartjuk, kilégzés. Zárjuk a gyakorlatot ülőhelyzetben, felhúzott lábakkal, a felső testtel lazán a térdekre támaszkodva. Lélegezzünk mélyeket. Az ötödik rítust legjobb mezítláb végezni jógamatracon, vagy valamilyen csúszásmentes felületen. Kiinduló helyzet térdelő állásban, a karok válszélességben a talajon. Nyújtsuk hátra a lábakat fekvő támaszba, majd kinyújtott karral engedjük le mélyen a csípőt, lélegezzünk ki, és hajtsuk hátra a fejünket. Belégzésre hajtsuk előre a fejet a mellkashoz, és toljuk magasba a csípőt hegyállásba, a sarkat közelítve a talajhoz. Gyakorlással tökéletes fordított V-alakot tudunk elérni, amikor karunk és törzsünk, illetve combunk és lábunk egyenes vonalat alkot. Ismételjük a gyakorlatot. Kilégzés. Belégzés. Kilégzés. Majd belégzés. Ki. És be. Kilégzés. A gyakorlat végeztével lazítsunk sarokülésben előredőlve, kinyújtott karokkal, homlokunkat a szőnyegen pihentetve. A nagylábújak összeérnek, a sarkak lazán széttárva.
lélegezzünk mélyeket. Az öt tibeti rítust napi rendszerességgel gyakoroljuk. Az első héten végezzünk mindegyik gyakorlatból 3 sorozatot, majd hetente emeljük a sorozatok számát 2-vel. A második héten minden rítust 5-ször ismétlünk, a harmadik héten 7-szer, és így tovább. A 10. héten már naponta 21 ismétlést végzünk, mind az 5 rítusból. Innentől kezdve ezt végezzük minden nap. Egy 6. rítust is ajánlunk azoknak, akik önmegtartóztató életet élnek. Ez a gyakorlat felszabadítja a szexuális energiát, és ennek segítségével harmonizálja a 7 energiaközpontot. Álljunk egyenesen, emeljük ki a mellkast. Húzzuk be a hasat, és kilégzéssel hajoljunk előre. Rogyasszuk a lábat, támaszkodjunk a térdünkre, és préseljük ki teljesen a levegőt, kissé domborítva a hátat. Kilégzés végeztével egyenesedjünk fel gömbölyű háttal. Behúzott köldökkel tartsuk kinn a levegőt, tegyük csípőre a kezünket, és a vállakat felhúzva nyomjuk lefelé a medencét. Tartsuk, ameddig bírjuk, majd a vállakat leengedve lassan lélegezzünk be. Töltsük meg a tüdőt lentről felfelé. Végül lélegezzünk ki lassan szájon keresztül, a karokat engedjük lazán a test mellé. Ezt a rítust legfeljebb 3-szor ismételjük. Teljes kilégzés. Lassú belégzés orron keresztül, kilégzés szájon át, lassú, mély, természetes légzés. Röviden tekintsük át az 5 rítust. Karok oldaltartásban tenyérrel lefelé, lassú forgás jobbra. Lélegezzünk természetesen, koncentráljunk egy adott pontra. A gyakorlat végeztével tegyük össze a tenyerünket, figyelmünket összpontosítsuk a hüvelykujjakra. Hanyatfekvésben belégzés, a lábakat emeljük függőlegesbe, az áll közelít a mellkashoz. Kilégzésre engedjük vissza a lábat. Vagy könnyítésként emeljük a lábakat hajlított térddel, és utána nyújtsuk ki. Lazítás hullapózban, mély légzés. Kilégzésre hajtsuk a fejet a mellkashoz. Belégzés, a fej és a törzs hátrahajlik, domborít a mellkas. Lazítsunk sarokülésben, a homlokot a kéz háton pihentetve. Lélegezzünk mélyeket. Nyújtott ülés, kilégzés előrehajtott fejjel. Belégzésre hátrahajtott fejjel emeljük a csípőt, kitartjuk, majd kilégzésre vissza nyújtott ülésbe. Pihenés felhúzott lábbal, lazán előrehajtott fejjel. Fekvő támaszban leengedjük a csípőt, kilégzésre hátrahajlunk. Belégzéssel kiemeljük a csípőt, áll a mellkashoz, eltoljuk magunkat a földtől. Lazítás sarokülésben, előre nyújtózva, mély légzéssel. Mellkas kiemel, kilégzéssel előrehajlás, kezek a térden, a könyökök kifelé fordulnak. Teljesen kipréseljük a levegőt. Beszívott hassal felemelkedünk, kezek a csípőn, vállak felhúzva, toljuk a medencét lefelé. Lassú belégzés orron át, has, mellkas, tüdőcsúcs. Kilégzés szájon át, karok lazán a test mellett. Lazítás lassú, mély légzéssel.
Néhány hasznos tanács az öt rítus hatékony gyakorlásához. Kezdetben ne törődjünk azzal, ha nem tudjuk megcsinálni a gyakorlatokat úgy, ahogy itt bemutattuk. Az öt rítus nagyon hálás gyakorlatsor. Nem csak a haladók élvezhetik jótékony hatását, hanem mindenki, aki rendszeresen gyakorolja. Ha egyik-másik gyakorlat nem megy, ne erőltessük. Aztán néhány hét múlva próbálkozzunk újra a problémás gyakorlatokkal. Addig próbálkozzunk, amíg sikerülni fog, de soha ne erőltessük. Az öt rítust gyakoroljuk minden nap rendszeresen, a tanult sorrendben. Ha nincs időnk vagy lehetőségünk gyakorolni, akkor is inkább csináljunk csak két vagy három sorozatot, mint egyet sem. Az öt rítus gyakorlására legalkalmasabb a reggel, közvetlenül felkelés után, de igazából bármilyen napszakban végezhetjük. 21 ismétlés épp elegendő mind az öt rítusból, ne végezzünk ennél többet. Viszont ha úgy érezzük, gyakorolhatjuk a rítusokat naponta kétszer, reggel és este. A gyakorlatok közben lélegezzünk lassan és mélyen, teljesen megtöltve a tüdőnket levegővel. Azt tapasztaljuk majd, hogy a látványos haladást stagnálás követi, amikor úgy érezzük, hogy nem fejlődünk tovább. Ilyenkor gondoljunk arra, hogy a szervezetünk éppen felkészül a következő fejlődési szakaszra. Most pedig lássuk az öt rítust a gyakorlatban. Végezzen velünk közösen három sorozatot mind az öt rítusból, vagy nézze végig figyelmesen a gyakorlatokat, és aztán végezze el őket egyedül, saját tempójában.
Az öt tibeti rítus napi rendszeres gyakorlásával hamarosan ráébred majd, hogy ez az egyszerű gyakorlat olyan jótékony hatással lesz az életére, amiről eddig nem is álmodott.